Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Dolce Vita, a Revita Televízió életmód magazinja. Már is mutatjuk, hogy milyen témákat kínálunk mai műsorunkban. Teapercek rovatunkban ezúttal a teák ízesítéséről tudhatnak meg érdekességeket. Ellátogatunk az első nemzetközi Duna Center oldtimer találkozóra. Tippeket, ötleteket adunk a nyári smink elkészítéséhez. Bemutatjuk a Stóla Divatár üzlet nyári kollekcióját. Teapercek rovatunkban ezúttal a teák ízesítéséről lesz szó. Megtudhatják, hogy mi mindennel lehet édesebbé, finomabbá tenni, hiszen nem csak kristálycukor van a világon. Erről mesél nekünk Francsics István, a Demmers Teaház üzletvezető tulajdonosa. A rovat támogatója a Demmers Teaház. Nagyon sok teázónak dilemma, hogy ízesítsük-e a teát, vagy nem. Ha azokról a teázókról beszélünk, akik a teát a benne lévő aromákért, ízekért, illatokért szeretik, azok valószínűleg nem ízesítenek, ez is helyén való. De a teások nagy része hozzászokott egy kicsit az édességhez, az édes ízhez, mégpedig azért, mert egyéb másban sem szeretjük a nagyon keserű ízt, vagy a csípős ízt, az édes íz mindig kellemesebb az ember szájára, a szájában, vagy az ízlelésében. És tulajdonképpen az édesítés az régen ezt a célt szolgálta, akár gyümölcsről, akár valami másról beszélünk, de alapjában véve a tea az egy kicsit kesernyi és fanyarútó ízzel rendelkezik. Ha a zöld teákról beszélünk, akkor ez még inkább igaz. Valószínűleg, hogy ennek az íznek, az ízharmóniának a keresése vezetett oda, hogy ez az édesítés, ez fontos a teázók nagy része számára. Az édesítő szerek közül legelőször a hagyományos cukrot szeretnénk bemutatni. Ez a cukor, egy kocka cukor, fehér, teljesen tisztított cukor, vagy legalábbis majdnem 100%-ban tisztított cukor. Elegáns a tálalásnál, ugyanakkor az energiatartalma elég magas, mint ahogy ezt bevezetőben is mondtam. A másik változat az úgynevezett kandis cukor. Régen használjuk, már évszázadok óta, talán 200 éve is használjuk ezt a cukrot, a kandis cukrot. Valamivel tisztább, de az energiatartalma, akár barnát, akár a fehéret használjuk, mindenképpen annyi, mint amennyi a kristálycukoré vagy a kocka formáé. Ebben a bögrében ennek egy kicsit érdekesebb formája, tehát úgynevezett pálcikára kristályosított kandiscukor van, amely megkönnyíti a teában való feloldódást. Ugyanakkor takarékoskodhatunk vele, mert csak annyit ásszatunk bele, amennyi az édesítéshez feltétlenül kell. Csak hozzá kell tennem, hogy közbe kóstolgatni is kell a teát. A következő, amit bemutatnék, tulajdonképpen a természetes édesítő szerek egyike, a stevia. A stevia egy paraguayi növény. Ezt fű formájában, mint ahogy a kezemben tartom, ugyanúgy belefőzhetjük a teába, illetve beleáztathatjuk, és egy édeskés ízt kapunk. Egy kicsi mellékéze természetesen van, de ennek megtalálható a tabletta formája a mai kereskedelemben, ugyanakkor pedig szirup formája is már kapható. Az édesítés másik egészségesebb formája a méz. A méz évezredek óta használt termék, egészségesebb, mint a cukor, és csupán arra kell vigyázni, hogy a méznek az élettani hatásai a forró víz hatására csökkennek. Ha egy forró teába tesszük a mézet, akkor minden olyan természetes anyag, enzimek, aminosavak, ásványi anyagok és B-vitamin az pusztul a mézben, ezért ha valaki szereti a mézet a teában, akkor egy kicsit hagyja kihűlni a teát, langyosan ízesítse. A méz édesítésével azt érjük el, hogy picike kis más íz is lesz a teában, de azért arra vigyázni kell, hogy egy nagyon karakteres és aromás méz, mint egy hársméz vagy egy erdei méz, amelynek a fenyőíze erőteljes, az ne változtassa meg a teát, tehát ezeket kevésbé használjuk. Egy selyemfűméz, vagy egy akácméz,
vagy virágméz, amelynek nem túl karakteres az aroma világa, sokkal jobb a tea ízesítésére. A gyümölcs édesség megjelent a magyar piacon, mint kuriózum, vagy mint nagyon egészséges, egyrészt desszert, másrészt a tea mellé fogyasztható, és aszalt gyümölcsökből készült, kevés cukrot tartalmazó édesség. Ez is jó szokás a teázás mellett. Ugyanakkor vannak olyan népek, a keletfrízek, egy kis népcsoport, aki kandis cukrot valamilyen kis szesztartalmú anyaggal ötvöz, vagy kever össze, és ezzel édesíti a mézt. Ilyen lehet egy vaníliás és fahéjas kandis cukor, vagy egy gyömbéres és gránátalma ízű likőrbe áztatott kandis cukor, vagy valóban a keletfrízek rumkandisa, amely elsősorban a melegítő hatásra ad egy kis rásegítést. A téli tea fogyasztás a rumkandissal egy kicsit ízletesebbé teszi a teát. Ezek a nagy választékban megtalálható dzsemek vagy lekvárok ugyancsak jó kiegészítői, édesítőszerei a teázásnak. Nem feltétlenül a teába keverve, hanem a szájban, vagy egy reggelinél, vagy egy uzsonnánál, a vajas kenyérrel rákent, vagy egy angol reggelinél, a narancszsem, ez kiválóan édesíti és ízesíti a teát is. A nyírfacukor tulajdonképpen a régi kor terméke, és közben egyben a modern kor terméke is. Finnországban született a II. Világháborúban. Nagyon fontos, hogy nem okoz fogszúvasodást, nagyon fontos, hogy növényi alapanyag, tehát a nyírfa rostjából és a nyírfa kérgéből nyerik. Költséges eljárással ugyan, ennek megfelelően az ára is magasabb, de élettani hatásai szinte ellenkező a cukoréval, mint mondtam, nem okoz fogszúvasodást, nem okoz energia lerakódást, tehát zsírok formájában nem maradnak a szervezetben, kiürül a szervezetből is hasznosítjuk, és gombaölő hatása is van, természetesen a keltészta nem kell meg a nyírfa cukortól, ezért ezt nem is lehet használni erre. Aki igazán a tea aromáit, a tea ízét, vagy kesernyés ízét, vagy fanyarízét szereti, ne édesítsen. Akinek fontos ez az édes íz, annak azt tudjuk ajánlani, édesítse a teát, de figyeljen az egészséges életmódra, és ez egy kicsit megnyugvás is abban a 10-15 percben, amikor azt a teát elfogyasztjuk, mert kellemes, ízletes és egyben a tea tápláló, illetve egészségügyi hatásait is élvezhetjük. Most pedig sorsolni fogunk. Előző adásunkban azt kérdeztük, hogy hány tatami szélességű egy tea szoba. A helyes megfejtés 4,5 tatami. Most pedig megkérem a Demmers Teaház munkatársát, Líviát, hogy húzzon egy nevet. Nézzük, hogy ki lesz a nyertes, aki a Demmers Teaház jóvoltából egy ajándékcsomagot nyert, amelyet majd itt az Árkádban található üzletben vehet majd át. Tóth Sándorné. Gratulálunk, mi pedig már is mutatjuk mai kérdésünket. Soroljanak fel 3 dolgot, amivel ízesíthetjük teánkat. Megfejtéseiket a következő címre várjuk. játékkukac@revitatv.hu. A helyes megfejtés beküldők közül kisorsolunk egy ajándékcsomagot a Demmers Teaház jóvoltából. Játszanak velünk és nyerjenek! A rovatot támogatta a Demmers Teaház. Hobbi, szerelem, életérzés és fanatizmus. Ezt vallják azok a szerencsések, akik gyűjtőként magukénak tudhatnak egy-egy autó vagy motoraggastyánt. Az első nemzetközi Duna Center és Oldtimer találkozón ők adtak egymásnak randevút, ahol az érdeklődők az Oldsmobilok mellett traktormatuzsálemekben is gyönyörködhettek. Kicsiknek a traktorok voltak a legizgalmasabbak, a felnőtteknek viszont sokkal jobban tetszettek ezek a gépcsodák. Az első nemzetközi Duna Center Oldtimer találkozón mindenki megtalálta a számára leggyönyörűbb 2 vagy 4 kerekű járgányt.
A traktor Matuzsálemek érkezésében kulcs szerepe volt Péter Fábnak, aki amellett, hogy a Duna Center egyik tulajdonosa, az osztrák Oldtimer Traktor Club Pannonia elnöke is. A hobbim a traktorozás, illetve a traktorvezetés. Megkérdeztem a saját klubom tagjait, hogy nincs-e kedvük Magyarországra kirándulni. Ők azt felelték, miért ne, és most itt vagyunk. Varázslatos volt a 3-4 órás út, amíg átértünk Magyarországra. Ez egy hobbi és életérzés, mondta Péter Fál, és milyen igaza volt, hiszen akadt olyan úriember is, aki osztrák népviseletben érkezett. A találkozóra meghívást kapott a Győri Automobil és Motorklub Veteránjármű Egyesület is. 1929-ben alakult egy Győri Automobil és Motorklub, aki az automobilizmus után érdeklődő embereket gyűjtötte össze. Ez a 30-as évek végén, hát nem is a háború, de elsodorta az idő. Majd mi ezt 2005-ben újraélesztettük a hasonló gondolkodású és azonos érdeklődésű emberekkel, és 47 fővel alapítottuk meg újra ugyanazon a helyen, ugyanabban az időpontban, a Royal étteremben az egyesületünket. Ez egy hobbi, egy függőség, egy szenvedély, egy betegség, ezt sokféleképpen nevezhetjük, van autóm is, motorom is, 20 éve elmúlt már, hogy jártam ezekkel a dolgokkal, ez egy aktív pihenés igazából, tehát erről szól. Hiszen az Oldtimer Trabantot, Volkswagen Bogarat, Jaguart, Opelt és Skodát épp úgy csinosítgatni és ápolni kell, mint adott esetben megmutatni. A kíváncsiskodók a Moson-Magyaróvári Kühne Fúvós zenekar és a Kimlei harmonikások andalító dallamaira csodálhatták a verdákat, no és csillapíthatták éhségüket incsiklandobbnál incsiklandobb falatokkal. Az aggastyán járművek között az egyik legfigyelemre méltóbb ez a piros csoda volt, amelyről tulajdonosa egy gyermek rajongásával beszélt. Ez egy Shelby GT500 KR, amelyben a KR betű a King of the Road-ot jelenti. Egy 68-as évjáratú, 428 kövincs nagyságú motor, ez 2000 köbcentinek felel meg. Amikor az ember egy fáradt nap után beül az autóba és megy vele egy kört, akkor úgy gondolom, hogy úgy ez feletteti az aznapnak a nehézségeit, meg a problémáit. És egy kicsit tisztább, nyugodtabb fejjel ér haza utána. És mint ilyen, kevesebb, mint 6 másodperc alatt gyorsul 100-ra. A kedvünkért a Shelby tulajdonosa tett is egy kört a parkolóban. Ilyen hangja van egy Shelby GT500-asnak. Ilyen meg egy Velorexnek, amit a találkozó végén, menekülve az eső elől, el is kísértünk egy darabon. A következő néhány percben a Zsuzsa kozmetikába látogatunk el, ahol gyönyörű nyári sminkeket készítenek, hiszen idén minden divat, szabadjára engedhetjük fantáziánkat, a lényeg csak az, hogy egyéniségünknek megfelelő legyen. A mai műsorunkban különböző sminktippeket szeretnénk adni a kedves nézőknek. Hát itt a nyár, és nagyon fontos dolog az, hogy hogyan sminkeljük magunkat. Különböző nagyon jó minőségű készítményeket lehet használni, még a nagy melegben is, hiszen ezek nem fognak leolvadni az arcról. Hogyha valahova készülünk, nagyon szép nappali sminkeket készítettünk még, vagy különböző esti színházi alkalmakra is, nagyon szép alkalmi és koktélsminkeket fogunk bemutatni. Itt lépésről lépésre elkészítjük azt, hogy hogyan lehet sminkelni. Először is egy alapozót fogunk felhelyezni. Ez vízálló alapozó, nedvesen fogjuk feltenni, és kb. Egy 50%-ig horzsolás álló és vízálló egyben. És nagyon fontos, hogy a bőr színével megegyező legyen a színe az alapozónknak. A kozmetikusok általában porpúderrel, de otthon kompakt púderrel lehet fixálni az alapozót még. Ez biztosítja azt, hogy sokáig lesz csillogásmentes, és akár egy egész napot, vagy egy egész éjszakai bulit kibír az alapozónk. Lealapozzuk a szemhéjat, és utána belőle a belső szemzugba világos színt teszünk fel, a külsőre pedig sötétkék szín lesz. De a nyár színeiben nyugodtan használhatunk rózsaszínt, sárgát, türkis zöldet, zöldet, tehát minden belefér, ami vidám, hangulatos, csillogó estére természetesen. Ez a fehér porpuder azért látszik, mert
Porpuderre nagyon szépen lehet eldolgozni mindent. Oda tesztük a szemhé alá, és amikor egy kicsit a kék puder esetleg leszállna, akkor azzal nagyon szépen el tudjuk dolgozni utána, tehát nem lesz piszkos a sminkünk, egy nagyon szép, tiszta alapozást kapunk utána is. Tehát a kompakt puder és a porpuder az mindig arra jó, hogy valamit, amiből túl sokat tettünk, vagy valamit el szeretnénk tisztázni, azzal mindig tudunk egy kicsit korrigálni. Tehát az alsó szemhéjra, a szempillák alá is húzunk egy kis kék csikot. Jobban kiemeljük az alsó szemhéjat, és határozottabb lesz a szemvonala, és nagyon szépen kiemeli a zöld szemét a kedves modellnek. Sötétbarna porral kiemeljük a szemöldökét, utána a szempillaspirál. Persze a szempillákat kiemelhetjük a most divatos 3D szempilla beültetéssel is, de csinálhatunk például estére nyugodtan a tincses szempillákat is fel lehet tenni. Pár napig az is nagyon jó és nagyon szépen kiemeli a szemet, a szempillákat, valamint a szempillaver is nagyon jól mutat ilyenkor. Ha nagyon szépen ki akarjuk emelni a szemet, akkor szemhéjtussal is áthúzhatjuk, közvetlenül a szempillák fölött. Ez határozottabb vonalat ad a szemnek. Tehát ehhez azért kell egy kis gyakorlat, hogy szépen meg tudjuk csinálni, és meg tudjuk húzni az ívet. A szájnál először szájkontúrceruzával dolgozunk, és utána ki lehet tölteni rúzzsal, de tulajdonképpen megoldható az is, hogyha vannak olyan ceruzák, ami egyben rúzs is, tehát akkor tulajdonképpen már rajzolom a száját, és azonnal rúzsozom is. Egy nagyon szép ívet lehet adni a szájnak. Arra kell figyelni mindig, hogy az alsó és a felső száj körülbelül összhangban legyen, tehát az egyik ne legyen túl nagy, a másik túl kicsi, vagy fordítva. A szájrúzst az ecsettel tudjuk feltenni. Befejezésül még a szempilla spirálozás lesz. Itt is különféle színű spirálok kaphatóak, a feketétől a különböző színes bohókás szempilla spirálon keresztül. Az arcpir egy picikét hangsúlyosabb lesz, hiszen az extra színű hajához megláthatjuk, hogy milyen szép a szeme is, milyen jól illik hozzá, és egy erőteljesebb és hangsúlyosabb arcpir is elmegy, hiszen nagyon jól tudja viselni. Ha minden nap sminkeli magát valaki, és minden nap gyakorolja otthon is saját magán, akkor annál jobban hozzá fog szokni ahhoz, hogy ki van sminkelve, és annál jobban igénye lesz arra, hogy sminkbe menjen ki az utcára. Most még eltüntetjük azt, ami esetleg nem odavaló, és kész egy nagyon szép, akár nappali, akár délután is sminknek is oldható.
Zsuzsa Kozmetika a belváros szívében a következő szolgáltatásokkal várja vendégeit. Kozmetika, testmasszázs, testkezelések a legmodernebb gépekkel, sminkkészítés, kéz- és lábápolás. A Szépségstúdió az Ilcsi Biokozmetikumok referencia szalonja. Itt tetőtől talpig megszépülhet. Továbbképzések, oktatás, felnőtt képzés, a szépészet, a sport és a vendéglátás területén. Zsuzsa Kozmetika. Ha jól akar kinézni. Most pedig következzék a hölgyek egyik kedvenc rovata, a divat, hiszen a Stóla Divatáru üzlet nyári kollekcióját mutatjuk be. I will survive.
Ez volt a Dolce Vita, a Revita Televízió életmód magazinja. Várjuk Önöket legközelebb is, addig is ne felejtsék el élvezni az életet. Viszontlátásra! We'll be right back.